A Dino Sport Híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Szőnyi János, a Monori Sport Egyesület elnöke, a kötöttfogású birkózó válogatott egykori sikerkapitánya, mesteredző. Szervusz, üdvözöllek! Mielőtt kibontanánk, hogy a Monori Sport Egyesület házatáján mi újság, hogyan is éltek, hogyan is él az a 9 szakosztály, előbb beszéljünk egy kicsit a szíved sportágáról, a birkózásról, hiszen nem is olyan régen ugye egyelőre életben maradt a olimpia szempontjából a birkózás. Szeptemberben ugye jön a szűkítés, a végleges döntés, baseball, falabda, birkózás. Hogy fogadtad ezt a hírt? Hát valóban a végítélet a szeptemberben következik be, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tartja a kongresszusát. Én egy kicsit megnyugtatónak tartom, hogy ezzel a két szakággal vagyunk egy csoportban, hiszen én úgy érzem, hogy a birkózás több. Annál ahhoz képest, hogy én nem akarok összeállítást tenni, mert gyönyörű sportág a baseball is, a falabda is, a maga nemében mind a három sportág egy hihetetlenül nehéz. Csak én abban bízom, hogy tehát az emberekbe, amit megmozdultak, és nem csak a sportba tevékenykedő emberek, hanem hogy általában a civil emberek is, hogy az, hogy birkózás, még ha azt nem is ismerik annyira, olyan mélyében, ahogy van, de magában az a szó, hogy birkózás, az az ember életéhez hozzá tartozik, hiszen már ősidők óta mindig meg kellett birkózni valamivel. Sőt, tulajdonképpen a szülőgyerek is birkózik. Pontosan, meg valaki kell... Tehát az mindennapi életében az embernek valamilyen szinten... Meg kell birkózni a problémákkal, a gondokkal. Vagy szoftbolozzunk, ugye attól függ, hogy hölgyekről... És ez valahol megmozgatta az egész világot. Megmozgatta, és ez hiszem azt, hogy ez nagyon jó volt. Még egyszer mondom, nem akarom levecsülni a baseballt és a fallabdát, mert mondom, mindkettő gyönyörű sportág. Itt én nekem az a vélemény, nagyon nagy meglepetés lesz, ha a birkózás maradt ki az olimpiai színpadára. Hát itt azt mondják, akik közelebb vannak a tűzhöz, hogy a baseball meg a softball nem olyan régen vették le. Tehát ők már igen, voltak, de ezért furcsa, régen. Hogy mégis most miért tették be abba, hogy és hogy igazából itt a fallabda és a birkózás között fog eldőlni. De ez az érdekes, hogy voltak, és mégis bemaradt a háromba. Tehát ez igen. Egy kicsit furcsa számomra. Ezt inkább, a karatésok furcsálhatják, akik nagyon készültek rá, legalább szeptemberig élni fog a remény, igen, őket igen. Nagyon hamar. Tehát itt látok valamit, de én azért reménykedem benne, hogy a birkózás, ha minden bizonyos szükség van a megújulásra, úgy tudom, hogy a Nemzetközi Birkózószövetség élén is váltás volt, a elnökségen belül is némi mozgás alakultott ki, igyekeznek jó irányba térni. Sőt, új szabályok vannak. Igen, és hál' Istennek, hogy azok a szabályok, ami alatt azért el lehet dönteni, két birkóz eldönteti egymást, hogy melyik a jobb, talán most megmarad a 2x3 perc, van. Ami régen volt, a magyaroknak meg különösen jó igen. Is volt. De 2x3 perc alatt már kiderül az, hogy ki a jobb. De ebbe a 2x2-be, amely ráadásul meg is volt szakítva, igen. Nem egyszer, hát itt azért elég ellentmondásos dolgok voltak, de ebbe ne menjünk bele. Én nekem az a véleményem, hogy ez a 2x3 perc, ez megfelelő lesz. A birkózásnak az én véleményem szerint az volt a legnagyobb problémája. Hát sajnos én már végigéltem 55 évet ebbe a birkózó sportba. De a legnagyobb probléma az, én azért 92-ig nagyon aktívan vettem részt ebbe a dologba, de Milán Ercegán úr, aki az akkori Filának volt az első embere, nagyon óvatosan bánta a szabálymódosításokkal, vagy a változtatásokkal. Nagyon óvatosan bánt. Valahogy a Martinetti úr ideje alatt meg elszabadult a pokol, szinte évente, de már azt is merem mondani, hogy havonta változtattak a szabályokon. A közönségnek pedig nem az kell, ami értetetlen. A közönségnek az kell, ami tiszta és világos, és könnyen átlátható. Tehát az, hogy amikor a szakemberek sem értik a szabályt, a birkózó sem érti a szabályt, az nagyon komoly problémát jelent. Nem beszélve arról,
hogy van egy szabálymódosítás, akkor át kell alakítani az edzésterveket, edzésmódszereket, új filozófiával készülni, tehát azért döbbenetes változásokat lehet kellett, tudni, mert... hogy miért változtatta a korábbi elnök állandóan a szabályokat? Hogy mi volt a háttérben? Az volt a helyzet, hogy a NOB volt a háttérben, tehát a NOB adta ki azt az utasítást, hogy a birkózást eladhatóvá kell tenni, a tévé számára látványossá kell tenni. Na de kérdem én, amikor két kiváló birkózzál egymással szemben, akik nem bírnak egymással, hát ott sok látványra ne számítsanak. Ez hozta magával a kétszer-kétben, ami nem illett ehhez, hogy két kiváló egymással szembe áll, és akkor nem tudja egyik felülről, nem másik elé. Rossugói voltak az elnök úrnak, akik ugye súgták, igen, hogy merre változtassanak. De az, bocsánat, az nem jelenti azt, hogy ebben ezekben a kétszer-két perc, illetve a hosszabb háromszor-két perc, nem voltak jó meccsek, mert voltak. Voltak jó meccsek, de én azért mondtam az elején, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy sűrűn változtatták a szabályokat, ugyanis mindenhez, a rosszhoz is hozzá lehet szokni. Csak ne változtassák olyan sűrű, mert érthetetlen és elfogadhatatlan. Ezt a sűrűt, ezt is a NOB kért, hogy állni a sűrűn? Hát azt már nem tudom megmondani, nem értem így benne ebbe a dologba, de mindig és mindenkor az volt, hogy a birkózás hogy maradhat fenn az olimpiai színpadán. Tehát ez egy demokrész kardja volt már nagyon régóta. Tehát akkor most azt mondod, hogy fönnmarad, ugye? Tehát szeptemberben. Hát ez egy remény, hát azért addig még nem mondják ki a végső szót, addig azért mégiscsak remény marad. De nekem van egy olyan érzésem, ami nekem egy kicsit ellentmondásos, az, hogy miért van most ott az a kettő, akit már egyszer levettek. Tehát itt valami nekem nem tetszik, de én nagyon bízom benne, hogy a birkózás lesz az a... Hát most három olyan van, akit levettek. Lényeg, mert a birkózás is levették. Igen. Most három levett szakák közül kikerül vissza, Isten ember legyen a talpának, ezt meg tudja mondani. Mi birkózók abban reménykedünk, hogy a birkózás marad meg benne természetesen. Hogyha lekerülne ez, a monorese birkózó szakosztályának ez most mit jelentene? Ottól egy Komáromi Tibor az edző, igen, többek között. Hát ha a birkózás lekerül az olimpiai színpadáról, akkor épp mondtam a Komáromiról, beszélgetnünk erre. Lényegében azok az eredmények, amelyeket mi elértünk a magyar sportba, mindnyájan mi a magyarok, akit elértünk, egyszerűen tehát letesznek a felső példesztáról egy alsóra. Értéktelenné válnátok? Hát gondolom, én azt érzed? Mondom, nem nulla szintre, de egy mondjuk egy ötös kategóriát nézek, akkor a kettes szintre tesznek. Ennyire le lennétek értékelni? Hát ennyire. És akkor a fiatalok az amatőr sportban az olimpia számít. És akkor a fiatalok elmennének? Szerintem igen. Most mennyien birkóznak monoron? 30-35-en birkóznak, hogy rendszerességgel monoron. Az egész összmagyar birkózás úgy tudom, hogy 2500 van, tehát ehhez arányítva azért a monor jó. Hát most van egy kis birkózó gyerekünk, Balatoni Bence, aki őserdülő birkózó, most készül az Európai, illetve a világbajnokságra. Tehát Komáromnak azért vannak komoly kis tanítványai most már ezen a téren. Volt már olyan utánpótláskorú versenyződ, aki EB-ről, VB-ről érmet hozott a monoresének? Érmet még nem hoztak. Akkor lehet, most hogy akkor most a Balatoni, Bence? Igen, most bízunk benne. Mikor lesz a versenye? Hát most lesz egy héten belül, és a világbajnokság meg augusztusban lesz. Ez Európa-bajnokság most egy héten belül, és hiszen meg augusztusban lesz. Akkor izgulsz. Én kicsit izgulok, azért annyit szeretnék elmondani, hogy 1966-ban lettem ifi bajnok, és most nem tudom hány év telt el azóta, most készül egy utódom, akit hál' Istennek a tanítványom nevel, ez azért jó esik nekem, és nagyon. De te nem mész ki a versenyre. Nem tudok kimenni sajnos. Tibor ott lesz, ugye? Tibor ott lesz, igen. Úgyhogy bízunk benne, hogy lesz siker, de én úgy vagyok vele, hogy nem, ne pont utánpótlás hozzuk. Ez a Balatoni Bence, ez legyen kiváló felnőtt birkózó, hozzon majd az olimpiáról felnőtt védőt. De az nem baj, tanuljon, is megmutatja igen, az alasztán körmét. Tanuljon, tapasztalatokat szerezzen, és ez nekem nagyon fontos, és nekünk nagyon fontos ez. Igaz az, hogy a labdarúgó szakosztály volt a legeredményesebb? Vagy az egyik legeredményesebb? Igen. Hát nehéz, 9 szakosztályban azért nehéz nekem, mint klubelnöknek különbséget tenni, hogy melyik, milyen szinten
meg összehasonlítani az almát, igen, a körtével azért nagyon nehéz, mert azért tékvandóban vannak ott Európa bajnokunk, világbajnoki helyezettjeink, de most a jelen pillanatban a labdarúgás van napirenden, hiszen most lett vége a bajnokságnak, és úgy zártuk ezt az évet, illetve a tavaly ősz és a tavaszt, hogy az eredmény hirdetésen az derült ki, hogy a Momori labdarúgó csapat 5 érmet szerzett, és hát ebből a lányok szereztek a Blaszba aranyérmet, a fiúk a U15-be, a körzetbe aranyérmet, és a legmagasabb bajnokságban szereplő utánpótlásaink az U15-be bronzot, és az U19-be bronzot szereztek. És hát ez már önmagában is utánpótlás szinte nagyon szép eredmény. Akkor ezek szerint sokan futballoznak Monoron? Monoron 260-an futballoznak, és hát van a Felcsúti Akadémiával is egy társszerződésünk. Úgy tudom, hogy a Monori csapatot a legkiemelkedőbbként apostrofálták a Felcsúton. A miniszterelnök úr is küldött nekünk egy pár mondatos gratulációt, nagyon örültünk neki. Én úgy érzem, hogy azok között, a lehetőség között, ami nekünk van, azért mindent megteszünk. Hát egyértelmű az, hogy a közönség által elvárt, a szurkolótáborunk által elvárt az, hogy a felnőtt csapat szerepeljen jól. NB3, ugye? És NB3. Tehát most tudni kell, hogy... Várj, hogy szerepeltetek? A második helyezettek lettünk. Akkor csont nélkülben maradtatok. Ez azt jelenti az NB3-ban. De úgy csont nélkül, hogy még rájátszani se kell, mert érdekes, az első feljut NB2-be, a második az akinek nem kell harmadiknak már osztályozó, harmadik, ötödik osztályozót kell játszani. Látod, a Révasznak például kell, pedig ő nem komoly NB1-es múltra rendelkezik, és neki már... Tehát így hozta a sors. Meg hát gondolva arra, tavaly össze úgy indultunk, hogy te jó Isten, hogy ilyen, ez a kiírás első ötben lenne, hát a mi anyagi lehetőségünkkel az ez. Ki volt a vezetőedző most nálatok? A Vezér Ádám a vezetőedző, aki egy kiváló kapus és edző, tehát kettő szerepet csinál a klubnál, vagy a szakosztálynál, és hát itt azért nagyon magas, aki kell emelnem Selle Ernő urat, aki beállt és támogatja a Monori labdarúgó szakosztályt. El kell mondanom, hogy ilyen támogatónk, mint Selle úr még nem volt. Tehát mi tavaly ősszel abba kellett gondolkodnunk, hogy mi nem leszünk az elsődben, az kizárt dolog. És tehát akkor mentek a megyébe akkor? Igen, akkor megyünk a megyébe, és mondom, így Selle Ernő úr megmentette a csapatot, a fia kiváló labdarúgón, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, szinte húzza magával a csapatot. Egy nagyon jól képzett labdarúg, azon kívül a civil életben is egy kiváló képesítéssel rendelkezem, hiszen ezért tavaszán doktorandus szerzett a jogi egyetemen, megvannak most már a szakvizsgái neki, úgyhogy ismételten azt munkája mellett a labdarúgást fogja tolni. Tehát mindenki teljesen amatőr? Monoron. Igen, mindenki amatőr, és mondom, bízom benne az, hogy minél tovább tart ez a dolog, ez nekünk nagyon-nagyon fontos lesz. Hölgyek is érmet vehettek át, a női futballisták is, ezek szerint akkor pedig nem könnyű hölgyeket toborozni, főleg hát 2000-re, hogy mennyien laknak ott Monoron? 20 000-re? Hát 20 000. Elnézést kérlek, azért 2000. 20 000. Monor, hát azért Monor azért majd, hogy azért nagy nem város. Azért nem lehet egyszerű akkor nem. Sem. Nem, de meg kell adni a lehetőséget mindenféleképpen a lányoknak, szeretnek focizni, imádják a labdarúgást, szívvel lélekkel végzik azt a munkát, amit az edzőik... Hogy sikerült toborozni? Azt hogy mondjam, amit az edzőik Fehér Tamás kiad nekik, mert ő egy birkozó világbajnok, ifjúsági világbajnok, aki szinte olyan munkát követelt tőlük, mint amit a birkozáson megköveteltek ő tőle. Sokszor néztem az edzéseket, hogy bírják, én azt mondom, hogy le a kalappal a lányok előtt, ők nem vízből lettek magasan az első helyen a Blaszban. Lehet, hogy egy-két lány előbb majd megy a szőnyegre és birkózni? Ugye hát, van női birkózás is. Ők már megmaradnak azt hiszem a labdarúgás, mert a birkózásra már kiöregedtek, de vannak kicsi lányok is ott a komáromi csoportjában, úgyhogy még azért lehetnek majd belőlük is kiválóságok. Na, szóval akkor a futball birkózás akkor az él.
Igen, igen. Úgyhogy tehát a futballban, amit én nagyon fontosnak tartok a jövő szempontjából, hogy Monoron ezeket az eredményeket továbbra tudjuk tartani, vagy esetleg fokozni, ahhoz nélkülözhetetlen szükséges az, hogy ilyen kiváló edzőink legyenek, mint amelyek vannak, hogy ezek a kiváló edzők vitték ilyen magas szintre a labdarúgóknak a játéktudását. Ha nem is világra szóló eredmények ezek, de úgy érzem, hogy fölvettük a versenyt utánpótlás szinten bármely más fővárosi csapattal is, de a legnagyobb problémánk az, hogy az infrastruktúrát azért fejleszteni kell. Akartam is kérdezni, hogy milyen érdemes oda menni? Jó oda menni? Jó ott sportolni? Hát van egy centrumpályánk, amit jónak lehet mondani. De mindenki azon akar focizni. Egyszer akar mindenki ott fölmenni, de 16 csapatot ott leedzetni, az bizony komoly feszültségeket vált ki ott. Igen. Az edző között. De hát azért valahogy megoldják, mert azért van egy félig... egy olyan, inkább azt mondom, hogy egy olyan 20%-os edzőpályánk, meg vannak ilyen, a gyerekeknek, ilyen kicsi gyerekeknek csináltunk ilyen házilagosan ilyen kisebb pályákat. Nagyon keservesen megoldjuk. A lehetőségek ott vannak ugyan, hogy műfüves pályánk is legyen nekünk. Bízom benne, hogy előbb-utóbb meg is lesz. A lehetőségek és azok megvannak. A városunk ugyan mellettünk áll teljes mellbedobással, de a jelenlegi anyagi helyzet nem engedte azt meg, hogy az idén megépüljön ez a műfüves pálya. Hát bízunk benne, hogy jövőre majd megépül, mert mi olyanok vagyunk, hogy nem adjuk fel. Mert aki feladja, az soha sem. Önkormányzati segítségben reménykedtek, vagy? Hát ehhez feltétlenül szükséges, mert 70-30%-os arányban van, ez 70%-ot az államad, illetve az MLS ad, a 30%-ot meg a mindenkor önkormányzatnak, vagy az egyesületnek kellene, de hát tudni kell, az egyesületnek azért nincs annyi pénz, hogy ezt meg tudja oldani, ezeket a dolgokat. Épp elég kemény feladat lesz nekünk most felkészülni az új NB3-asra, mert azt azért el kell mondani, hogy most ugye NB3-ban ezüstök lettünk, na de most egy olyan mezőny fog összejönni, hogy NB2-ből lejön 16 csapat. És akkor jönnek még a NB1-ből a U19 körüli csapatok, akik bele kell illeszteni őket az NB3-ba. Tehát egy hihetetlenül erős NB3 fog következni. Tehát ebben most, tehát ez egy nagy feladat, hogy ebben mi hogy tudunk helytállni, hogy tudjuk ezt megvalósítani, hogy ott legyünk egy közé. Marad a vezér Ádám? Én úgy érzem, hogy én ugyan ebbe a szakmai dologban nem tudok beleszólni. Itt van Gábor Attila, a szakosztály elnöke, Sellé Ernő úr, aki barátként és menedzserként tisztelhetünk, tehát aki felteszi az írapontot. Hát igen, mert ezért klubelnökként azért nem szeretnék beleszólni a labdarúgásba, meg hát vannak ott olyan emberek, akik nálam sokkal jobban értik. Ugye 9 szakosztály van. Marad ez, vagy szűkíteni, vagy éppen bővíteni szeretnék? Nem. A 9 szakosztály úgy érzem, hogy Monornak megfelelő. Azon igyekeztem, hogy a teljes spektrumot azért felöleljük. Itt megvannak a küzdősportok, megvannak a labdajátékok, és megvannak a lányoknak a ritmikus sportgimnasztika, aki 110 kislánya csinálja nálunk a ritmikus sportgimnasztika, ott vannak az úszás, tehát a kosárlabda szintén, tehát megvan a fiúknak, lányoknak, megvan az a teljes spektrum, ami adható, és tudjuk tárcán kínálni nekik ezeket a lehetőségeket. Ugye a kormány is erősíti, nem egy reklámban is, hogy súlykolja az emberekbe, hogy szabadidősport. Hogy a 9-ben benne van a szabadidősport is. Hogy nekünk ezzel? Hát van a szabadidősportban, benne van nekünk a fogadhajtás, a görkorcsolya, meg hát ilyen kirándulások, kerékpártúra, meg ilyenek vannak benne. Tehát itt el kell gondolkodni, itt is a hely szűkével van a baj, hogy hogyan és mely területen, vagy hogy tudnánk ezeket megoldani, de mindenféleképpen a szabadidősport irányába. De csak aki mozogni akar, akik mozogni akarnak, hát lehetnek oda? Igen, de azért egyet azért tudomásul kell venni, hogy mi versenysportklub vagyunk, de miután mi azt szeretnénk, hogy minél több ember
kapcsolódjon be a sportba, pontosan az egészsége megóvása érdekében, a komfort érzete érdekében szeretnénk megadni azoknak is a lehetőséget, akik nem akarnak versenyszerűen dolgozni. De nem egyszerű, nagyon nehéz dolog megoldani ezt a feladatot. Tehát a mi kereteim belül. A hely miatt, a helyszűke miatt? Pontosan a helyszűke miatt belül csak úgy tudunk gondolkodni, hogy a kívületet szabad területen valahol, ahol ez megengedett, megoldható magyarul. Van olyan gumfoci? Nincs. Tehát olyan, hogy vállalatok, nincs, iskolák az, között? Az iskolák között ez természetesen megvan a bajnokságok, de hát ugyanúgy, mint a Magyarország az egész területén, a grundfutball az szinte nem is létezik. Mi létezik most Monoron? Mi az, amit a fiatalok csinálnak nem versenyszerűen? Mi a legnépszerűbb? Hát én szerintem a görkorcsolya, amit én látok, a futszál, amit szinte nagyon sokan csináljuk, és nagyon jók is vagyunk ebbe. Lényegében a futszát is bevettük az egyeset keretei közé. Tehát a labdarúgással párhuzamba futszát is vett, és nagyon jó futszárosaink vannak. NB2-ben játszanak, de nagyon, nagyon jó a csapata. Tehát és nagyon jó kézben is van tartva. Azt mondják, tartva. Hogy ennek jövője van a futszának. Hihetetlen. Gyors, intenzív, robban, és látványos, nagyon látványos. És mennyien néznek egy ilyen bajnoki mérkőzést? Mennyien beférnek. Hát itt is ez a baj, hogy például nálunk az a baj, hogy 100-nál többen nem férnek be. Tehát olyan a terem. Tehát ha lenne esetleg egy 500-as vagy 1000 férőes lelátó, ki tudja, tehát megtelhetne az is. Mert pontosan ez a sportnak a lényege, hogy azok, akik kimennek, ki akarnak menni, látogat, meg akarnak nézni egy eseményt, azok kulturáltan akarják eltölteni az idejüket ott. Tudom, egy pohársör, vagy egy üdítő, vagy elbeszélgetni ezzel azzal. Tehát ezeknek azért meg kell adni. Az, hogy átsorogva végignézni egy mérkőzést, hogy egymásnak szorulva, az nem biztos, hogy a legjobb megoldás. 1992-ig, ahogy te fogalmaztál, benne voltál vastagon a magyar birkózásban, akkor ugye a Magyar Köztársaság érdem keresztét is átvehetted. Arany érdem keresztét. Miért szálltál ki a birkózásból? Hát ez egy nem várt kérdés. Én nem szálltam ki a birkózásból. Tehát itt az történt, hogy 1992-ben nekem lejárt a szerződésem. Új elnöke lett a Magyar Birkózásnak, azt úgy hívták Hegedűs Csaba. Én két arannyal jöttem az a Barcelonából, ő úgy döntött, hogy nem velem képzel el a jövőt, és ez a történet. De a másik dolog pedig az, hogy a helyzet meg úgy alakult, hogy jobb volt az, hogy kiszállok ebből a dologból, mert volt egy olyan, én úgy éreztem meg, nem csak én, mások is, úgy érzem, hogy van egy ilyen ellentét, ami talán az idő alatt jött fel még a Hegedűs úr. Hát tudni kell, Hegedűs alatt én követtem a kapitány székbe, és meg kell mondanom, nem kellett szégyenkeznem, mert évi 9 érmet tettem le a magyar birkózás asztalára. Úgy tudom, hogy annyit nem igen tett le, más sem, tehát ebbe magas szinten meg kellett volna elégedni. Hát aztán nem volt, valami miatt nem tudom, ezt nem engem kell erről megkérdezni, nem. És én jobbnak láttam azt, hogy inkább a problémák, nézeteltérések miatt, mint ahogy mondták mások, ami mondjuk rossz eset, hogy a klubomba, a Ferencvárosba valamilyen oknál fogva nem mehettem vissza, pedig a szerződést alá is írtam, és a szerződésem alá is után mégis megváltoztatták ezt a dolgot. Hogy ott mi történt, nem is érdekel, nem is akarom nézni, de az, hogy, más klubba se, hát az meg úgy voltam, hogy nálam három dolog létezett: a Monor, ahol születtem, a Fradi, ahol edző lettem, akkor, és a magyar válogatott, ahol szintén edzőként dolgoztam. Tehát nem tudtam volna elképzelni, hogy csak mondok egy nevet, hogy Csepel, hogy én a csepeli birkózókat készítsem fel, az én volt Fradi birkózóim. Igen, pedig Csepelen is mindig jó képességű birkózók voltak. Csak azért mondom a Csepelt, mert volt egy felkérés oda, de mondták, hogy félnek attól, hogy esetleg konfliktusba kerülnek az elnök, inkább nem. És akkor mondom, de amúgy sem tudtam volna megcsinálni, azt mondom, pont a Sika Andris, vagy a Komáromi Tibi ellen készítsen fel akárki. Tehát ez tőlem elképzelhetetlen lett volna. Ez így kielégíti? Ez a
Monori Sport Egyesület elnöki pozíció? Hát úgy érzem, hogy ahogy én elkezdtem a Monori Sport Egyeset, amikor átvettem és kimentem a pályára, meg szétnéztem, megnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát, hogy évi 400 ezer forintos költségvetéssel vettem át, most van 60-70 millió forintos költségvetés, hogy egy kimondottan rossz infrastruktúrális helyzet volt, hogy volt 150 sportolónk, most van 800 sportolónk. Tehát én úgy érzem, hogy társadalmi munkában ezen a területen is megtettem azt, amit a monoriak elvárnak tőlem. Én úgy érzem, hogy a monoriak velem meg is vannak elégedve ezzel a dologgal kapcsolatban. Biztos lehetne jobban is csinálni. Egy rövid kérdés. De majd igyekszem. Megtaláltad a helyed, ugye? Hát ahol születtem Monoron, az a gyökerekhez vissza. Úgy érzem, hogy ez egy természetes dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.